amikor a januári szurkolói ankéton Dombó Dávid átvette mezét a csapatkapitány Lukásztól, még csak bízott abban, hogy tavasszal az ő nevével kezdődik majd a Kisvárra összeállítása. A korábban Szombathelyen, Vácon, Ausztriában és Mezőkövesden védő hálóőr meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy vele a kapuban kell nekivágni a tavasznak, és végül tevékeny részese volt a 8. hely megszerzésének. Az egész csapat itt abban, hogy az M1-es tagság az nem fog veszélyben forogni. Én úgy érzem, hogy nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, néha nagyon izgalmas mérkőzéseket is, amit szerintem a nézők is élveztek. Azt nyilván nem úgy kalkuláltuk, hogy az utolsó forduló fogjuk ezt kicentizni, de így, hogy így alakult, én úgy érzem, hogy a legjobb forgatókönyv volt, hiszen azért idegenben, Diósgyőrben sok néz előtt egy 2-0-as győzelmet sikerült aratni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, és nyilván ez azért megalapozhatja a következő évre való felkészülésünket is, hogy így sikerült zárnunk a tavalyi szezont. Dombó Dávid 16 mérkőzést védett végig tavasszal, több alkalommal válogatták be a forduló csapatába, többször volt az övé a forduló védése. Mondhatni, hogy elégedett vagyok, bár ez azért nem teljesen állja meg a helyét, hiszen mindig azt próbálom kitűzni magamnak, hogy az előző testnél miatt megugorjam, és mindig szeretnék több lenni. Ettől függetlenül persze ez egy nagyon jó visszajelzés, nem csak a kapus, de szerintem egy mezőnyjátékos számára is, hogyha ilyen fordulók után esetleg beválogatják az adott hét legjobb 11-jébe. Ez egy jó visszajelzés a munkának. Úgyhogy természetesen én is nagyon örülök, hogy sikerült ilyen védésekkel és mérkőzéseken hozzátenem a saját részemet a csapatnak a szerepléséhez. Én azon leszek, hogy a következő szezonban is minél több ilyen mérkőzést tudjak védeni. A 27 esztendős kapus igyekezett kihasználni a kéthetes pihenőt, bármint mondja, a rövid szünet miatt inkább folytatják, mint elkezdik majd a felkészülést. A tavalyi évhez képest ez most ugye csak egy kéthetes pihenő, tehát most már hétfőn ugye kezdeni is fogjuk a felkészülést. Most ugye az első pár nap igazából a családdal volt, utána már csak a barátnőmmel egy pár napra ki tudtunk menni Szlovéniába, és most igazából amióta visszaértünk, most már még egy picit a családdal, és ugye vasárnap pedig már ugye megyek is vissza Kisvárdára, és ugye kezdjük a igazából nem is túl hosszú felkészülést, hiszen most el fogjuk kezdeni a jövő hétvégén, és ugye augusztus 15-én meg már mérkőzés is van. Tehát nem lesz egy hosszú felkészülés, ugye igazából nem is nagyon volt idő arra, hogy leálljunk, hiszen nem is nagyon tud a szervezet úgymond leépülni ennyi idő alatt, hiszen ez a két hét ez nem olyan sok, úgyhogy egy picit talán könnyebbség is az, hogy nem lesz az a klasszikus értelemben vesz felkészülés, hiszen nincsen meg lemaradás, én azt gondolom az előző szezonhoz képest, meg ahonnan most el fogjuk kezdeni a felkészülést. A csapat a jövő héten már az új vezetőedző Subka Attila irányításával kezdi a munkát, és mivel a román Minka távozott, kapusposztra is érkezhet új játékos Kisvárdára.